Egy tavaszi napon az akkor 98 éves Margaret Douglas napokig nem adott életjelet magáról 2018-ban. Az idős hölgy egyedül élt az Ohio államban fekvő Wadsworth kisvárosban, ezért a hozzátartozói aggódtak. Azt gondolták, rosszul lett, esetleg elesett, ezért nem tud telefonálni és ezért nem nyitja ki az ajtót a szomszédainak. De ettől sokkal nagyobb tragédia történt. Olyan, amire talán még álmukban sem mertek gondolni több résztvevő is fiatalkorú volt az eset történésének idején. Ennek okán több esetben is csak a kereszt név, vagy az sem kerül említésre. Aki kíváncsi a képekre, teljes nevekre, megtalálja az esettel kapcsolatos forrásokban, amelyek nagy része megtalálható az interneten. Ha még nem tetted volna, kérlek iratkozz fel a csatornára, ezzel is támogatva munkánkat. Véleményed az esettel kapcsolatban a szokásos módon, komment formájában oszthatod meg velem és a többi nézővel. Margaret Douglas egy ohájói kisvárosban lakott. A 24 ezer fő körüli lakosságának nem kellett jobban tartani attól, hogy erőszakos bűncselekmény áldozata lesz, mint Amerika más területén, ugyanis a statisztikák szerint a bűnözési ráta átlagos volt az Egyesült Államok összes városát tekintve. Margaret azonban mégis azok közé tartozott, akinek valaki elvette az életét. És hogy pontosan mi történt az idős hölgyel, kitette, mi lehetett az indíték, a következő percekben kiderül. Margaret közel száz éves volt, és valószínűleg be is töltötte volna ezt a szép kort, ha valaki nem tör az életére. De mit árthatott egy ilyen idős asszony bárkinek? Sajnos ahhoz, hogy erőszakos bűncselekmények áldozatává váljon valaki, nem kell tennie semmi rosszat vagy szokatlant. Nagyon sokszor hallani arról hazánkban is, hogy idős embereket próbálnak meg átverni ilyen-olyan csalók. Például azzal hívják fel őket valamilyen rokunuknak, leggyakrabban az unokájuknak kiadva, hogy bajba kerültek, ami miatt pénzre van szükségük. Ezt a módszert pont az elkövetés módszeréről nevezték el az unokázós csalásnak. Már eleve ez hátborzongató, hogy vannak olyan emberek, akik nem csak hogy megkárosítani szándékoznak valakit, de egy idős, gyakran beteges embert még halára is ijesztenek előtte. Felfoghatatlan ez is, de nem egy és nem két olyan sajnálatos esetről is hallani, amikor nem csak csalással, de fizikai erőszakkal lépnek fel egyenáluk védtelenebb, sebezhetőbb emberrel szemben, ami ezekben az esetekben sokszor bizony végzetes tragédiához vezet. Még mielőtt bárki leírná, hogy miért élt egyedül ennyi idősen az asszony. Eleve elrejtem a csatornáról az áldozathibáztató kommenteket írókat, így utána nyugodtan írogathatnak, mert rajtuk kívül senki sem fogja látni, még én sem szerencsére. De az nyilván természetes, vagy annak kellene lennie, hogy az idősebb családtagjainkra odafigyelünk, talán egy kicsit jobban, mint másokra. Viszont Margaretnek nem voltak gyermekei, és két nővére, valamint a bátyja is elhunytak már 2018-ra. Ettől függetlenül nem hagyták magára távolabbi rokonai, de a szomszédai sem. Margaret 1919. szeptember 15-én született az Ohio állambeli Ekronban, Gyermekkoráról nem sokat tudni, de azt biztosan, hogy rengeteg mindent átélt. Többek között a második világháborút, a holdra szállást, de még a berlini fal leomlását is. Fiatal korában munkája során rengeteg emberrel találkozott, amit szeretett is, hiszen közvetlen társaságkedvelő emberként ismerték. Nem kifejezetten utazgatott, élte az életét és a második világháború után férjhez ment Donald Douglas veteránhoz, élete szerelme volt a férfi, így mesébe illő a történet, hogy miután egymásra találtak, tényleg csak a halál választotta el őket, amikor sajnálatos módon Donald 2000-ben elhunyt. Addig végig együtt éltek abban a Vetsworthy házban, ahová a házasságuk idején költöztek. Gyermekük nem született, de ettől függetlenül teljes és boldog életet éltek. Szerettek utazni és játszani is. A labdajátékokat részesítették előnyben, de a kertészkedés is ki őket kapcsolni. Miután férje meghalt, Margaret egyedül maradt, de nem költözött el, és nem akart idősek otthonába sem menni, hiszen még bőven el tudta magát látni. Ráadásul annak ellenére, hogy nem voltak gyerekei, ezáltal unokái sem, távolabbi rokonai gyakran meglátogatták, érdeklődtek felőle, és ha kellett, segítettek is neki. Egy David Klinkenbard nevű férfi kifejezetten nagy figyelmet fordított az egyre idősödő asszonyra. Hetente több alkalommal is felkereste otthonában, hogy ránézzen, hogy minden rendben van -e vele, és ha szükség volt rá, segített neki a ház körüli teendőkben is. Nyilván az ember fiatalsága lassacskán elmúlik, és ez sajnos nem csak meglátszik, de érzi is mindenki. Margaret sok időt töltött otthon, és igen ritkán mozdult ki. Igyekezett vigyázni magára. Egy esés, csontörés ebben a szép korban már igen súlyos szövődményekkel járhat, de akár az életébe is kerülhet. Voltak, akik bevásároltak neki, így ezért sem kellett elhagynia otthonát. Soha senki nem számította arra, hogy a kedves idős hölgy olyan tragikus körülmények között veszíti életét, ami sajnos történt. 2018. április 9-én a 9.11-hez egy hívás futott be, amelyben aggódva jelentették be a lesújtó felfedezést. Pontos részletek nem ismertek, de feltételezem, hogy hiába keresték, a hölgy nem nyitott ajtót, nem vette fel a telefont, és ez egy közel száz éves ember esetében azonnal aggodalomra ad Amikor a szomszédok jelentették a rokonoknak, hogy szokatlan, hogy Margaret nem reagál a megkeresésekre, még arra gondoltak, hogy esetleg elesett, rosszul lett és segítségre van szüksége. Margaretet utoljára április 5-én látták. Távolabbi családtagjai már a házban voltak, hogy megtudják, mi történhetett. Unokaöccse és unokahuga jól ismerték a nőt, így a szokásaival is tisztában voltak. Többek között azzal, hogy soha nem hagyta volna el otthonát, például a piros pénztárcája, illetve bizonyos ruhái nélkül. Ekkor Margaret unokaöccse benézett a szekrénybe, hogy megpróbálja meghatározni, hogy nagynénje mely ruhái hiányoznak, de ekkor sokkoló látványjal szembesült. Abból, hogy a szekrényben a korábban szépen felváfázott ruhák a szekrény aljában voltak egy kupacban, azt gondolhatta elsőre, hogy valaki keresett valamit, például egy betörő. De a következő pillanatban a férfi megpillantotta nagynénje cipőjét, és mikor közelebb hajolt, hogy szemügyre vegye, látta, hogy a cipő Margaret lábán van, aki viszont már nem volt életben. Értesítették a rendőrséget, akik azonnal a helyszínre siettek. Azt pontosan nem sikerült feltárni a rendelkezésre álló forrásokból, hogy már az eltűnésekor hívták-e a rendőrséget, vagy csak akkor, mikor megtalálták holtan, de a lényegen nem változtat. A szekrény egyáltalán nem volt nagy, mindössze másfélszer egy méteres, így a testet konkrétan betuszkolták, hogy beférjen. Margaret halloween já volt szakítva, arcát és testét zúzódások borították. Nyakán folytogatásra utaló külsérelmi nyomok égtelenkedtek. A törvényszéki szakértők megvizsgálták a helyszínt, és megállapították, hogy a test állapota alapján a halál napokkal korábban állhatott be. DNS mintákat és új lenyomatokat vettek, azoktól a személyektől is, akik rokonságban álltak az idős nővel. Nem találtak arra utaló nyomokat, hogy bármely családtag állhatott volna a szörnyű mögött, ugyanis abban a rendőrség is biztos volt, hogy életellenes bűncselekmény történt. Arra gyanakodtak, hogy talán betörés, rablás lehetett az indíték. Erre abból következtettek, hogy a korábban említett piros pénztárca, mely nélkül Margaret sohasem ment sehová, hiányzott. Sehol sem találták a házban. Más betörésre vagy rablásra utaló körülmény nem volt. Ilyenkor nyilvánvalóan megvizsgálják az ajtókat, ablakokat, hogy látszik-e azokon bármi erőszakos behatolásra utaló nyom, de ebben az esetben nem volt meglepő, hogy ilyen nyomokat nem találtak, ugyanis Margaret nem zárta az ajtaját. Egyébként Amerikában sok helyen ez így van, nem zárják sem az idősek, sem a fiatalok az ajtót. Egy másik fontos bizonyíték, amely a hatóságok birtokába került a helyszínelés során, egy kesztyű volt, amelyet a hátsó udvarban találtak. Ezt a műanyag fólia kesztyűt felvették a bizonyítékok közé, ugyanis ha azon idegen DNS találnak, már mint belülről, ahogy ugye felvette valaki, benne volt a keze, ezáltal a DNS-e is benne maradt, nagy valószínűséggel az elkövetőhöz tartozik. A képek alapján el lehet mondani, hogy leginkább egy hajfestéshez használt egyszerű fólia kesztyű volt. Ezt akár maga az áldozat is használhatta volna, például hajfestéshez, takarításhoz vagy a konyhában fűzés során. Azonban az abban talált DNS nem egyezett Márgaretével, és senki máséval sem, akitől DNS mintát gyűjtöttek ezzel a gyanú, hogy amennyiben tényleg az elkövető DNS-e volt a kesztyűben, az készült a brutális és felfoghatatlan tettére, azaz előre kitervelte azt, legalábbis a rablást biztosan megerősödött. De ezek egyelőre csak feltételezések voltak, viszont a kesztyű máshogy nem nagyon kerülhetett volna oda. Margaret egy kedves, békés, barátságos idős ember volt, tehát ellenségei biztosan nem voltak, láne olyanok nem, akik az életére törtek volna. Annak ellenére, hogy a talált DNS nem egyezett a hozzátartozó kíval, a rendőrség háttérellenőrzést tartott, mely vizsgálatok során nem tártak fel olyan körülményt, ami arra utalt volna, hogy bármely családtag anyagi gondokkal küzdött volna, ami indokolta volna a brutális cselekedetet. Ráadásul egyik sem élvezett volna anyagi hasznot az idős rokon halálából. A rendőrségre sem kellett nyomást gyakorolni, hogy mindent beleadjanak a nyomozásba. Ők is ugyanazt akarták, mint a szomszédok, és gyakorlatilag egy emberként az egész város. Azt, hogy minél hamarabb kiderüljön, ki a felelős a védtelen asszony életének kioltásáért. A korábban már említett Davidet, aki ugyan nem lakott a környéken, de hetente többször meglátogatta az asszonyt, a rendőrség is ki akarta hallgatni. De a férfi nem válaszolt a hívásaikra. Egyébként a nyomozás során több olyan autófeltörést is felderítettek, amelyek során kisebb tárgyakat és pénzt tulajdonítottak el. A nyomozók épp Margaret házánál voltak, amikor észrevettek egy férfit, aki nem messze onnan figyelte őket, és közben cigarettázott. A rendőrök oda mentek hozzá, és ekkor derült ki, hogy a férfi nem más, mint David, akit épp nagyon szerettek volna meghallgatni, hogy mi történt, vagy mit tud. Davidet bevitték kihallgatásra, és a kihallgatás során elmondta, hogy értesült a történtekről, és saját maga is nyomozást folytatott. Bízva abban, hogy megtud valamit, hogy mi történhetett a nővel, aki igen fontos volt számára. Azt is elmondta, hogy utoljára április 4-én látta Margaretet, amikor segített neki kivinni a kukákat. Beszámolójából az is világossá vált, hogy David tudta, mit viselt a nő, és hogy hol, milyen körülmények között bukkant a kélettelen testére. Ezen információk miatt vált gyanussá a rendőrség számára, de semmivel sem gyanúsították, hiszen igen jól ismerte a nőt, tisztában volt a szokásaival, és bizonyára minden ruháját látta már. Ráadásul az sem meglepő, hogy tudni akarta, mi történt vele. Elmondta, hogy mikor utoljára látta az asszonyt, azt mondta neki, hogy majd április 8-án jön legközelebb, vasárnap. David így is tett, azonban Margaret már nem nyitott neki ajtót. A rendőrség kérdésére, miszerint ezek után bemente a házba, azt felelte, hogy nem, ugyanis nem akart kellemetlen helyzetbe kerülni, ha esetleg a nő épp zuhanyzott volna, vagy valami hasonló. De természetesen nem hagyta annyiban. Azonnal szólt a szomszédoknak, hogy mit tapasztalt, és hogy nézzenek majd rá Margaretre. Azt azonban senki sem tudta akkor, hogy Margaret már nincs életben. A szomszédok eleget is tettek David kérésének, így amikor nekik sem nyitott ajtót, hívták a rokonokat, majd azok a rendőrséget. David DNS mintája viszont nem egyezett a kesztyűben talált mintával, ráadásul teljes mértékben együtt működött a hatóságokkal. Látható volt, hogy igazat mond abban, hogy ő is tudni szeretné, mi történt. A rendőrök számára is világossá vált, hogy David csak egy aggódó barát, aki szerette az asszonyt, és tudni akart az igazságot. Eközben még mindig érkeztek bejelentések feltört autókról, az egyik különösen felkeltette a nyomozók érdeklődését. Április 8-án, egy nappal Margaret élettelen testének felfedezése előtt a hajnali órákban egy autólopás történt. Az áldozat egy akkor 50 éves Paul nevű férfi állítása szerint épp kocsikázott, mikor észrevett egy fiatal férfit, aki sántikált az úton. Ekkor Paul elmondása szerint megállt, hogy megkérdezze, van-e szüksége segítségre. Ez a jó tett nem is volt meglepő Paultól, hiszen aktívan dolgozott az egyik vallási gyülekezetben, és nem állt távol tőle a karitatív tevékenység sem. Ekkor kiszállt a kocsiból, de mikor odament az ismeretlen, sérült férfihoz, kiderült, hogy valójában annak nincs semmi baja, ugyanis az odafutott a kocsihoz, bepattant, és se szó, se beszéd, elhajtott vele, faképnél hagyva Pault. A rendőrök már a kihallgatáskor észlelték, hogy valami nem stimmel a történettel, mert nem volt teljesen koherens, ráadásul a lopott autót nem messze a lopás helyszínétől meg is találták, méghozzá teljesen sértetlenül. A rendőrség bekérte ezek után a környező biztonsági és térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekből kiderült, hogy Paul története valójában nagy részt a képzelete szüleménye, ugyanis a legtöbb dolog, amit elmondott, nem úgy történt, ahogy előadta. Paul valójában megállt egy ránézésre, tényleg fiatal férfi mellett. De az nem, hogy sántított volna, tökéletesen egészségesnek tűnt. Ráadásul sokáig beszélgettek, mielőtt a fiú beszállt volna az autóba. Majd néhány percre rá Paul hirtelen kiugrott a járműből, aztán a fiú elhajtott a kocsival. A férfit szembesítették azzal, hogy tudják, hazudott a vallomásában, valamint a felvételt is megmutatták neki, és megkérték egyúttal arra, magyarázza már meg a története és a valóság közötti igen szembetűnő eltéréseket, hiszen a tényleges történések és a beszámolójában egyetlen közös volt, hogy volt ott még egy fiatal férfi, aki ellopta a kocsiját, de minden más, teljesen másképp történt. Paul ideges lett, és végül nagy nehezen bevallotta, hogy tulajdonképpen egy telefonos alkalmazáson egy társkeresőn ismerkedett meg a sráccal. Az app egy meleg társkereső, vagyis leginkább egy alkalmi partnerkereső volt, és azzal a célral lépte kapcsolatba egymással, hogy szorosabb kontaktusba kerüljenek, legalábbis testileg, amire Paul kocsiában akartak sort keríteni. Hazugságát azzal magyarázta, hogy félt, kitudódik a saját nem érvel keres kapcsolatot, és ez ugye a vallása a gyülekezet miatt nem vetett volna rá túl jó fényt. Paul beszámolója szerint bele is kezdtek az aktusba, de röviddel utána a fiú felpattant, kikényszerítette őt a kocsiából, majd elhajtott vele. Ez a történet már inkább tűnt hihetőnek, mint amit korábban előadott. Viszont ez nem vitte közelebb a rendőröket a megoldáshoz, ugyanis a rendőrök ennyiből nem tudták kideríteni az ismeretlen férfi személyazonosságát. Paul ezzel tulajdonképpen tisztázódott, és nem lett gyanúsított. Április 13-án éjjel, négy nappal azután, hogy Margaret testét megtalálták, a rendőrségre újabb hívás futott be, amelyben arról számolt be a panaszos, hogy két fiatal férfi randalírozik Margaret szomszédságában. Továbbá a rendőrség egy közeli építkezésen történt bűncselekménnyel kapcsolatban is kapott bejelentést. Az építkezésen álló egyik gépjárművet feltörték. Ott a helyszínen találtak egy telefont, amely a feltételezett elkövetői volt. A mobil történetesen egy Zekeri nevű fiúi volt. A neve nem volt ismeretlen a hatóságok számára. Több kisebb lopást, autólopást írtak már a számlájára, de ezúttal egy életellenes bűncselekménnyel kapcsolatban merült fel a neve. A középiskola parkolójában találták meg a rendőrök. A fiú épp aludt a kocsiában. Bevitték kihallgatásra és szembesítették a bizonyítékokkal, a telefonjával, amire elismerte, hogy ő tört be az építkezés területére, és ő törte fel az ott talált gépjárművet. De azt, hogy bármiféle köze lenne Margaret halálához, hevesen tagadta. Az építkezésre való betöréskor készült biztonsági kamera felvételein azonban Zekeri nem egyedül volt, hanem egy másik fiatal férfival együtt. A rendőrök igyekeztek minél több információt megtudni, és a kérdések, valamint annak hatására, hogy most egy igen komoly, egy gyilkosság ügyben hallgatták ki, Zekeri megtört, és bevallotta, hogy volt egy bűntársa, akivel elkövette a kisebb betöréseket, kocsifeltöréseket és lopásokat. A bűntárs neve Gevin. Gavin Remzi mindössze 17 éves volt akkor, ma 23 éves. 10 éves korától kezdődően pszichológushoz járt, ugyanis már egészen fiatalon deviásnak mutatkozott a magatartása. Többek között előfordult, hogy késsel kergette a testvéreit. Egyes források szerint pedig 17 éves korára rendszeresen ivott és használt egyéb tiltott tudatmódosító szereket is. Mivel akkor még nem volt nagykorú, szükség volt a szülő gondviselő jelenlétére, ezért édesanyja kíséretében vitték be kihallgatásra. Ez egyébként nem csak amiatt fontos, hogy a gyanúsított vagy terhelt jogai érvényesüljenek, hanem azért is, hogy később ne lehessen azzal érvelni az esetleges beismerő vallomás érvénytelenítése mellett, hogy nem volt jelen a szülő vagy jogi képviselő. Emiatt nyomás gyakorlás hatására ismerte be azt is, amit el sem követett. Mert egyébként azért lehet hallani hasonlókról, de ebben most nem menjünk bele. Itt nem ez történt. A rendőrök jól felépítették a kihallgatást, így kezdetben csak apró cseprő lopásokról lejtettek szót, majd rátértek a nagyobb horderejű autólopásra. Arra az esetre, amikor Paul autóját valaki ellopta, aki gyanúsan hasonlított Gavinre. Gevin ekkor látszott megtörni, ugyanis ideges lett, zavarban volt. Kérés az volt, hogy édesanyja hagyja el a kihallgató helyiséget, mert egyedül akar beszélni a nyomozókkal. Azt, hogy valóban ő volt az, aki ellopta az 50 éves férfi, Paul autóját, beismerte. De azt, hogy intim együttlét motiválta volna a nála jócskán idősebb férfival, tagadta. Azt mondta, hogy csak azért akart vele találkozni, hogy megbüntesse. Legalábbis egyes források így fogalmaztak. Ezek után tértek rá a rendőrök Margaret meggyilkolására. Természetesen ezt nem ismerte el, és mivel a rendőröknek nem volt bizonyítéka, azt mondták, hogy rendben, elmehet. De mivel egy aktív nyomozásról van szó, illetve a korábban bevallott bűncselekmények miatt is, mielőtt elengednék, szeretnék átnézni a telefonját, hiszen bizonyítékokat keresnek. Erre rövidesen sor is került. A telefon pedig többet mondott, mint bármilyen beismerő vallomás. A galériában a telefonnal készült képek között találtak számos olyan képet és videót, amelyen Margaret volt látható, még életében és majd akkor is, mikor már nem. A felvételek április 6-án készültek, akkor, amikor Margaret életét kioltották. A felvételek jellegét és gevintetteit nem részletezem, de a források szerint nem csak az életét oltotta ki. Gavin részletesen elmesélte a nyomozóknak, hogy hogyan ment be a házba. Figyelte a nőt, míg az észre nem vette, és hogy aztán hogyan folytotta meg, majd rejtette Margaret-et a szekrényben lévő ruhák alá, hogy ne találják meg olyan könnyen, ha esetleg keresnék. Ezek a felvételek egyébként egy rejtett mappában voltak, amelyekhez a jelszó a gyilkosság volt. Gavin azt állította, hogy igen, ő tette, de akkor ott nem volt tudatában annak, hogy mit tesz. Ami még hátborzongatóbbá teszi az egész eleve borzalmas ügyet, az az, hogy Gavin Margaret szomszédja volt. Gavinék otthonában házkutatást tartottak, ahol találtak olyan kesztyűt, ami megfelelt a Margaret hátsó udvarában talált kesztyűnek. Továbbá megtalálták Margaret pénztárcáját is, amelyet a fiú trófeaként tartott meg. Ezen túl az autólopásokból származó tárgyakat is megtalálták. De ami feltette a pontot az ire, az egy olyan feljegyzéseket tartalmazó füzet vagy naplószerűség volt, amelybe Gevén híres sorozatgyilkosok életrajzát írta le, valamint saját gyilkossági fantáziáit. Az egyik oldalon például azt írta, hogy egyszerűen csak rá akar rontani valakire, addig ütlegelni, amíg csak levegőt vesz, és hogy őszintén el akarja venni valaki életét, mert tudni akarja, milyen érzés valaki élettelen teste fölött állni. Akkor még nem volt nagykorú Gevin betörés, emberrablás, gyilkosság, holtestel való visszaélés miatt emeltek ellene vádat. Végül az ügyészség nem vádolta meg az apróbbnak számító kocsi lopással, mégpedig azért, hogy ne vonja el a figyelmet a brutális, életellenes bűncselekményéről, és amit utána tett Margaret testével. A védelem kérvényezte, hogy a telefonját és az abban talált felvételeket zárják ki a bizonyítékok köréből. Felteszem azért, mert a rendőrségnek önként tettek eleget azzal, hogy átadták azokat, tehát nem parancsra, de ezt a beadványt elutasították. Gavin 2018. novemberében bűnösnek vallotta magát. További védelmi érv volt, hogy Gavin tetteit egy új gyógyszer miatt követte el, de ezt sem fogadták el enyhítő körülményként, tekintve, hogy a naplóját már azelőtt írta, hogy szedte volna az említett gyógyszert. Tekintve, hogy még csak 17 éves volt, halálbüntetésről nem lehetett szó, de életfogytiglani börtönbüntetést kért az ügyészség, amit el is fogadtak a feltételes szabadlábra helyezést lehetőségének kizárásával. Ezt később, 2021-ben módosították, ugyanis egy új elfogadott törvény értelmében fiatalkorúakat nem lehet megfosztani a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségétől. Ennek értelmében az új büntetés szerint Gevin legkorábban 2043-ban kérvényezheti a feltételes szabadlábra helyezését. Bízom abban, hogy Margaret békében nyugszik, és hogy a családja, barátai, közeli és távoli ismerősei lassan, de egyszer fel tudják majd dolgozni az őket ért veszteséget. Mert bár számolhattak azzal, hogy egy nap elveszítik szerettüket, de az, hogy ez ilyen brutális, kegyetlen és méltatlan módon történt, biztosan talán soha be nem gyógyuló sebeket ejtett a lelkükön. Az előzményeket tekintve is azt, hogy a Gavin által elkövetett bűncselekmények egyre súlyosbodóak voltak, valamint a naplóját is figyelembe véve, amelyben sorozatgyilkosokról és brutális gyilkossági fantáziákról írt, felmerülhet a kérdés, hogy lehetséges-e, hogy egy potenciális sorozatgyilkos sikerült még az első gyilkossága után elkapni. Te mit gondolsz az esetről? Oszd meg véleményed komment formájában a videó alatt!